Szuper, bal belső védő vagy, én pedig jobb oldali belső védő. Itt most kisebb a távolság, de az lényegtelen. Ugye járhatjuk a labdát, ide passzolod nekem, utána nyitsz, én visszapasszolom neked. Ha ide passzolod nekem, a csatár mit fog csinálni? Engem támad. Ha vissza tudom játszani és a csatár megfordul, akkor neked mit kell csinálni? A csatár, aki közöttünk rohangál, mint egy hülye, az le van maradva, van egy két ütem előnyöd. Ilyenkor mit csinál egy belső védő? Belépsz a játékba, úgy mondjuk, ez pedig azt fogja meghatározni, hogy a csatár hol van, és az ő vonalán túl kell tolnod a labdát. Az a legjobb, ha az átvételen én innen jövök, passzolj a labdát, és tolod be mögém. Úgy. És túlkerülsz az én vonalamon, és én már csak utánad futni tudok. Megvan? Egy kicsit hosszabb átvétel kell, oké? De úgy, hogy nálad, hogy birtokold a labdát. Betoltad a labdát, három opciód van. Szerinted kik ezek?